Fővárosi Közterület fenntartó ZRT a főváros közútjainak a takarítását végzi téli és nyári szezonban, illetve a másik fő feladat a hulladékszállítás. Jelen pillanatban ezen a telephelyen, ahol vagyunk, itt a gépi úttisztításnak az eszközei láthatóak. A fővárosnak az első lépésben a fő- és tömegközlekedési útvonalit takarítjuk. Ez lényegében egy 1200 km hosszú úthálózatot jelent, esetenként több sávos utakkal, illetve amikor ez megvan, utána még hátra van a 2100 km hosszúságú mellékútvonalak. A főútvonalakat, a fő- és tömegközlekedési útvonalakat kell természetesen érteni. A sorrendet tekintve elsődlegesek ugye azok a műtárgyak, hidak, felüljárók, amelyek leggyorsabban átfagyhatnak. Ezt követően jönnek a különböző bevezető főútvonalak, tömegközlekedési útvonalak, és ahogy mondtam, a végére maradnak a mellékútvonalak. Téli munkavégzés esetén FKZ RT a burkolt utakat síkosságmentesíti, illetve a közjárdákat, tehát azokat a járda felületeket, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül valamilyen lakott ingatlanhoz. A lakott ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonos feladata, az ingatlan előtti járda teljes szélességének a tisztántartása. Ez azért is lényeges, mert egy adott esetben, ha valaki elcsúszik a járdán, akkor ez az ingatlan tulajdonos felelősségére és hát az ő kártési kötelezettségének a megállapításával járhat. Időjárás függvénye, hogy mivel kezdünk, először a hó eltakarítással, tehát a hó eltolásával és utána szórunk, vagy egyből a szórással. Egy intenzívebb havazásnál természetesen rögtön úgymond ekézzük a havat és utána szórunk. Amikor egy gyengébb havazáson vagy ónos eső, akkor nincs értelme a hó eltakarításnak, akkor a síkosságmentesítési az elsőrendű feladat természetesen. Minden egyes járművünknek egy minimum 20, de esetenként 40-50 km hosszúságú útszakaszt is meg kell takarítania. Az, hogy az egy fordulóba elszállított téli síkosságmentesítő anyag, az milyen távolságra igaz, az megint csak függ az útviszonyoktól, az időjárási körülményektől, hiszen ezek a gépek ezek különböző mennyiségben tudnak síkosságmentesítő anyagot kijuttatni az útburkolatra. Ez az 5 g per négyzetmétertől egészen a 40 g per négyzetméterig terjed. Ugye ennek arányában, ha nagyobb mennyiséggel szórunk, akkor hamarabb el fog fogyni az anyag. Az FKZ RT gépparkja az tavaszi, nyári és őszi időszakban úttisztítási, illetve egyéb szállítási feladatokat lát el. Tehát másfajta felépítmény van, nem sószóró felépítmény van a gépjárműveken. Téli időszakra ezeket a felépítményeket leemeljük, és egy másik a téli időszakban használatos sószóró felépítmény, illetve eke kerül a kocsi orrára. Ennek az átszerelésnek az ideje az járműtípustól függően. A legegyszerűbben megoldható típusoknál körülbelül 2 óra hossz alatt át lehet szerelni, a bonyolultabb eszközöknél másfél-két napot is igénybe vehet.